Kányádi Sándor Sétálgat a Szellő című versét szavalták el együtt az Exárdi Garai János általános iskola diákjai kora reggel az intézmény sportpályáján. Ma van a költészet napja, hát és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ma, és nem vagyunk betegek. A közös felmondásra heteken keresztül készültek a gyerekek, és voltak, akik otthon is gyakoroltak. Én tegnap úgy készültem fel, hogy én ma megyek mesemondó diátadásra is, és rajzpályázatra is, és hát nem tudtam, hogy milyen ruhába jöjjek, és hát de nagyon meglepődtem, és számomra is fontos ez a nap. Arra is el lehet buklászni, összeszedni. Ez pedig már néhány perccel későbbi felvétel. A közös versmondás után az udvaron szedték össze a szemetet a gyerekek. Az iskola egyik folyosóján felállított búbánatevő szörnynek köszönhetően pedig a gyerekek megszabadulhattak azoktól a gondolatoktól, amik nyomasztják őket. A pedagógusok egész nap az írással, a költészettel kapcsolatos programokkal készültek az idejáró diákoknak. A költészet napjához kapcsolódó témanapnak a címe tisztuló környezet, és arra gondoltunk, hogy ne csak a környezetünk tisztuljon meg, kívülről, belülről tisztuljunk. Hűnevelőim, dunántúli dombok, ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok. Nem fogtok rabul, amikor öleltek, ti úgy öveztek, hogy égig emeltek. A szexádi gyakorlóiskolások produkcióikkal több közintézményt is meglátogattak, és lehetett verset is küldeni velük a mai napon. Folyamatosan érkeztek a versfalhoz azok, akik egy kávéért áldoztak a költészet oldalán. Kávé. A reggeli nap álmosan tekint be az ablakon, sugaraival simogat, míg én szinte alszom. Betölti a konyhát meleg fényével, s megcsillan a kezemben lévő bökrében. Volt, aki saját költeményével érkezett. A szakember véleménye szerint a versnek megvan a maga szerepe a gyerekek életében, miközben a hétköznapjaiknak nem része a költészet. Itt nagyon nagy szerepe van a szülőknek, és nagyon nagy szerepe van a nevelési oktatási intézményeknek. A mi iskolánkban nagyon nagy gondot fordítunk erre, és a költészet napját azt mindig úgy próbáljuk megtartani, ha lehet ezt mondani, vagy megünnepelni, inkább ez a jó kifejezés, hogy nem csak magunkban, hanem a városnak is szeretnénk valamit nyújtani. A versfalra tűzte fel egyik kedvenc versét Ársezső polgármester is. Büszkék vagyunk azokra a szexárdi költőkre, akik itt fejtették ide tevékenységüket, itt lettek, ismertek. Én is például egy Baka István verset hoztam egyébként, a Képeslap 1965-ből című verset. Ez azért is érdekes, mert a születésében 1965, és Mésző Miklósra írta ezt a képeslapot, úgyhogy várunk mindenkit nagy tisztelettel ide a Babis Kulturális Központba, hozzá el a verset, kap érte egy kávére, nem erről szó természetesen a mai nap, hanem arról, hogy egy kicsit jöjjünk össze, olvassunk verset, és mi jegyünk el a magyar költészetben. Meggyötölten és gyönyörű tája. Bátaszék harmadik éve alakult versvárossá április 11-én. Óvodások, általános iskolások, gimnazisták és idősek közösen szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a romkertben. Ezen kívül egyénileg is készülhettek erre a napra a diákok.